Hello, sziasztok! Az én nevem Imre Lajos, és szeretnék megosztozni veletek néhány horgászati, halászati trükkel, és ezt az egészet Angliából, Nagy-Britanniából, most éppen Isle of Wight, Portsmouth és Southampton környékén horgászunk. Mai idő már késő délután 7:30 van, még igazából nincs igazán sötét, mert itt elég későn van éjszaka, de az igazság, hogy a szél az egy picit nagyobb, mint amire számítottam, előrejelzések szerint fel ekkora kellett volna, hogy legyen, de lényegtelen, itt vagyunk, úgyhogy horgászni fogunk. Ha igazából a tengeri horgászat nagyon sok mindentől függ, a szélsebességétől, apálydagály, víz sebességétől, időjárástól, esős, nem is esős, légnyomás, STB, de nagyon sok minden függ attól is, hogy igazából a horgász hogyan is, mire horgászik. Ma meg fogjuk próbálni, megmutatom nektek, hogy horgászunk átlagosan makrélára. Két fajtája található meg, van a horse makrél és van az átlagos. Horse makrél az egy picikét sokkal másabb, mint az átlagos makrél, és sokkal érdekesebb a kifogása is, mert erősebb. Csapatostól úsznak igazából, hogyha megpróbálok megmutatni felszerelést. Így néz ki egy makrélázó 5-horgos rig. Ezeket készen vásárolom, ez mind kínai termék természetesen. Nincs benne semmi új, Kína minden gyárt. Különböző méretű horgokkal. Nem nagy cucc az egész. Egyik végére jön a súly, másik végére ugye horgászbotot akasszuk, és nem csinálunk más, csak lóbáljuk fel és alá a hajó oldalán. A lényeg az egészben az, hogy meg kell találni igazából azokat a pontokat, ahol a hal sűrűn jár, és a fenékhöz egész közel kell horgászni, mivel a hal tengeren fenék közelben tartózkodik, ott táplálkozik, ott találja meg igazából azt, ami mindennapi betevője, és mi meg megpróbáljuk megfogni őt. Súlyok, amiket használni szoktunk, azok egész nagyok, mert 50 gramm a legkisebb, 100-150 grammig mennek. Saját gyártmány. Másik trükk, hogy ellensúly helyett, igazából ólom helyett ezeket a csali halokat szoktam használni, ami ugyanúgy 60 grammnál kezdődnek, igazából nincs is nagy, csak 60-as, és az a jó benne, hogy erre a halra igazából nagyon sok kapásom volt már. A Seabass nagyon szereti, így egyszerre két halat fogunk egy csapással, úgymond, mert ha makréla úszik el, a makréla is élvezettel fogyasztaná, ha hal lenne, de ha Seabass úszik el a környéken, akkor az biztos, hogy rákap. Tehát én ezt szeretem használni, mivel dupla esélyt ad arra, hogy valamit meg is fogjunk, ne csak lóbáljuk a pecabot végét. Kicsit később, ha besötétedik, azt fogjuk csinálni, hogy közelebb menjünk a parthoz, mert itt éjszakázunk a hajón. Ez egy majd 7 méteres horgászhajó, amit saját magam építettem, és úgy van felszerelve, hogy maximálisan kényelmes legyen mindenféle szempontból horgászni is róla. Egészen gyors,
Éjszakád is lett, van két fekvő hely benne. Öreg, nagyon öreg, öregebb mint én, mert 1974-es gyártású, üvegszálas hajóról beszélünk. Nagyon sok módosítással, 70 literes tankot raktam bele, ami nem szokványos, mert itt 25 literes tankokkal járnak dupla-tripla, én nem szeretem. Fölszereltem egy egész nagy Mercury 115 lóerős benzines motorra, ami egész jól tolja. A villanymotor az igazából az csak parkoláshoz kell kibeállásra, mert szeles időben vagy apály dagály idején, hogyha nincs igazán megfelelő vízállás a marinához, hogy beálljak, olyankor nem tudom használni a benzines motort, mert a víz magassága nagyon alacsony, és amúgy is az erős motor az pici parkolóhelyeknek a beállásakor nagyon nem eredményes, mert igen, sok bajt lehet vele okozni, sérülést a többi hajón, a szomszédok én, amit nem nagyon szeretek, meg ők sem szeretik igazából. Így kiegészítettem egy ilyennel. Ha szeretnétek látni, hogy mit és hogy csinálunk Angliában, akkor én ebben a segítségetekre leszek. Miért csinálom ezt? Megmondom őszintén, én már 10 éve kinn élek Angliában, nagyon szeretek horgászni, és a legnagyobb bánatomra, mikor utána néztem, hogy igazából hogy horgásszak Angliában, magyar nyelvű horgász csatorna nincsen. Van, nem tengeri. Tehát Angliáról tudni kell, hogy ha az édesvizeken szeretnél benn Angliában horgászni területén, akkor igazából nem nagyon tudsz, mert nincs állami vízterület, minden magánkézben van. Ami nem magánkézben van, a patakok, tavacskák, azokon úgy horgászhatsz, hogy igazából catch-and-release íz van, az azt jelenti, hogy ha meg is fogod a halat, el kell engedned. Én szeretem a halat fogyasztani is, nem csak kifogni, ezért ez nem opció számomra. Így úgy döntöttem, hogy én a tengeri horgászatot választom, és mivel gondolom van így más is, nem csak én, lehetséges, hogy érdekes lesz másnak is megnézni ezt, és utána lesni, hogy mit és hogy lehet itt csinálni. Picit később előkészítem a horgokat, a felszerelést, és még megmutatom egészen közelről, hogy lényegében mivel horgászunk, kis halra, utána nagy halra. Éjszaka dogfishre fogunk halászni, és szívaszra. Azt is meg fogom mutatni. Hamarosan. Jó. Tak. Szeretném megmutatni, mire fogunk ma horgászni. Tehát itt van az ellensúlynak használt csali. Itt van a makrélázó, ami nagy horgos. És éppen azért, mert nem olyan rég horgáztunk ezen a környéken egy barátommal, és egy nap alatt 3 darabot szakított el egy hal, amiről tudni kell, nem egy hal, több hal volt természetes, amiről tudni kell, hogy ennek a szakítási szilárdsága 15 kg. A bot, amit használok, az egy Abu Garcia. Ugyanúgy Abu Garcia, amerikai stílusú, nagyon jó, nagyon kényelmes. Nagyon könnyű használni, hajóról a horgászathoz ideális. Tehát nem kell messzire hajítani a csalit, csak le kell lógatni a hajó oldalán. Ez nekünk egy nagyon nagy plusz, és ezért ez speciálisan erre van kitalálva. Egyetlen egy hátránya az, hogy igazából nagyon sok damia nem fér rá. Ezen most karbon van, húr, ami körülbelül 50-70 méter, többet nem lehet rá csavarni, sajnos. Ami elég nagy hátrány, mert hogyha véletlenül egy nagyobb hal elkapja, akkor hát 6 perc alatt lecsavarja, és úgy viszi el, mint csivész a szalonnát, mondjuk úgy. Amire volt is példa, de hát ezzel nem tudsz mit csinálni, ilyen a horgászat.
Lássuk, mi fog sikeredni ebből. Nosza. Besötétedett, és most már váltottunk másfajta csalikra. Tehát most éppen fenekezni fogunk. És a cél hal, amit megpróbálok megfogni, az dogfish és sea bass. Éjszaka mind a kettő nagyon jó fogható. Ez a csali, ez fagyasztott kráb egy 6-os horogra, csúszó vonna és egy kb. 1 méteres előkével. Igazából ez a horgászat fajta, ez partról hagyományos, de mivel éjszaka villantóra nem nagyon fogsz semmit, így kihasználjuk az időt és parthoz közel megpróbáljuk becsalni a halat erre a csalira. Amit el szeretnék mondani még, hogy a csali, azt fagyasztva vettem, előkészítve. Ez szilikon húr, amit speciálisan arra fejlesztettek ki, hogy a csalit hozzárögzítsd a horoghoz. Tehát olyan módon, ahogy te szeretnéd, elasztikus, nagyon jó, többféleképpen lehet használni, tehát lényegében bárhogy. És én most ezzel a fajtával így próbálom megoldani. A horog, a rák és a felszerelés. Ezt most bedobom, és mindjárt megmutatom a másik csalit, amit lugwormnak hívnak, igazából a tengeri giliszta, és a sea bassnak az egyik kedvence. Másik csali, amit most felfog előkészítek, ez lugwort, tehát tengeri giliszta. Igazából egy 6-os horog, ugyanúgy egy 1 méteres előke, és erre fogjuk föltűzni. Igazából hagyományos módon, ahogy otthon is gilisztákat föltűzzük. Annyi különbséggel, hogy ezt most picikét szilikonnal oda fixáljuk, mert nagyon sok a kis hal, és élvezettel megdizsmálják a kézcsalit, ezért próbálunk trükkökhez folyamodni, hogy ne legyen könnyű dolguk. És így az angolok azt mondják, hogy rappoljuk. Felrappoljuk a horogra, nehezebb dolguk legyen. És talán így jobb lesz. Tehát így néz ki a kész csalink. Szoktak ettől sokan jobban is csinálni, sőt, ezt meg szokták variálni. Erre tesztek még squidet, mármint tintahalat.
halfilét, ilyeneket. Én most ezt nem fogom megcsinálni, mivel én már ezen a helyen horgáztam, és ismerem a helyet, tehát nem szükséges. Amennyiben van hal, az itt lesz. Силиконку, так. Сивас? Grammos szilikon. Sőt, kis tecsinje, csücsük pálva. Szeretném megmutatni, mire fogtuk az előbb a szívást. Ezt úgy hívják, hogy helikopter rig. Ezt a szereléket. Ez azt jelenti, hogy van egy T alakú duplaforgónk, aminek az alsó részére felraktuk a súlyt. Ez majd fél kilós súly. És a másik részén van a csali. Na most, a csali az plusz-minusz egy 4-5 méteres hosszú előkével meg van toldva. Itt a csali. Ami fontos, mert
mikor nagy a sodrás, mint most is, 5 km per órás sodrással úszunk, sodródunk, ilyenkor bedobjuk a felszerelést, a súly az húzza lefele. A súly minél nehezebb, annál jobban, annál egyenesebben tartja a sodrásban a csali. A csali meg a vízsodrásával ellentétesen, tehát a hajósodrásával ellentétesen úszik utánunk. Lényegében ez ugyanolyan, mint hogyha fiderezni, bocsánat, mint hogyha pergőznénk szilikonnal, pergetnénk. Csak az a baj, hogy mivel nagy a sodrás és a szél, ilyenkor nem tudsz pergetni. Tehát ez az egyik megoldása annak, amikor nem tudsz másképp horgászni, szél sodrás miatt, akkor a helikopterig az egyik legjobb megoldás erre. Dupla kapás! Az öreg úrnak és nekem is! Szerintem szíbasz! Egész szép! Nem rossz, nem rossz! Mint mondtam az elején, ez most a makrélázó felszerelést kapta el, de az öreg úrnak nem. Elkaptunk egyszerre egy foltot, ahol több hal is volt, és így egyszerre volt kapás is. Neki is, nekem is. Már nagyon izgult, hogy nem fog ma halat fogni, de úgy néz ki, hogy így néz ki. Hát standard. Ma mindegyik ilyen, amit fogtunk. Szép, ugye? Mekkora a szája. És egy újabb jelentkező. Ez szép. Jó húzása van. Hát, nem mindenki. Ette meg papója! Gyere ide! Ahogy kikapcsoltam a kamerát, fél perc, második dobás. Gyönyörű. Ez nagyon szép lesz, gyerekek. Ne, gyere vissza! Te csak zagyom! Azt a mindenit! Kettő! Dupla kapás! Dupla! Azt a mindenit! Az egyik elment! Leszakadt! De higgyétek el nekem, hogy mind a kettő szép volt! Ez viszont az, ami kell.
Nem fogjátok elhinni. De ismét a makrelázóra kapott. Azért vagyok ilyen óvatos, mert nagyon sokat tüske rajta, és kellemetlen, mikor megszúr. Tessék. Ezért mondtam az elején, hogy ez egy univerzális dolog. Ahogy a makrél, ugyanúgy a szíbász is nagyon szereti, és ha megfigyelitek, jó mélyen beült. Figyeljétek meg, harapása hátán, ez már kapott támadást nagyobb haltól. Igazából az a helyzet, hogy most elértük az apály dagálynak a tetőpontját, tehát most van maximális szinten a tengerszint, dagály van, és ilyenkor lecsökken a víznek a sodrási sebessége. Ilyenkor a legjobb halat fogni, mert bármi, amivel horgászol, el tudja érni a tengerfenéket. Amennyiben nem éri el a tengerfenekét, nem nagy valószínűsége van arra, hogy valamit fogsz fogni. Másik probléma, mivel most van maximális szinten a tenger, most már nem sokára mennünk kell, mert ha elmulasztjuk a dagályt, akkor este 10 óráig nem tudunk kimenni a partra, mivel ahogy említettem az elején, hajóparkolom az olyan helyen van, hogy csak dagály idején lehet behajtani. Nézzétek meg hátul, mennyi vitorlás. Ezen a helyen nagyon-nagyon sok vitorlás van, nagyon sok hajó, és élvezettel használják az angolok. Hát, nem túlzok, szerintem több 10 000 van a környéken belül. Nem csak vitorlásból, hajóból. Luxus kiviteltől kezdve, extra luxusi, bármi. Megfigyelhetitek azt, kettő darab bot van helikopterig felszerelőkkel, és egyik sem működik, mivel lecsökkent a vízsodrása. Most csak 0,8 knottal sodródunk, ami azt jelenti 1,5 km, ami kevés ahhoz, hogy a szilikon működjön, de viszont nagyon jó ahhoz, hogy más halat tudjunk fogni, mint most is. Ilyenkor működik igazán a makrélázó felszerelés és a villantó is. Bírják a tervál. Nem mondtam, hogy bírják a tervál.
Jön a szibe. Jöpp! Volt a kubóval. Na. Te már jössz. Gyere ide szépen, ismerkedjünk meg. Engem Lajosnak hívnak. Hé. Nice to meet you. Nyomogos. Tehát a velekre van a vállapot. Ugye? Meg sozi a vállapot. Tehát a kapunya. A terülalapú. Tak. Tehát, mint mondtam, dupla esély. És nem hisztek el, de nem a szájába kapta. Csak támadta. Ó, oh, Jézus. Ez így. Most mi kapta? Kemis. Forgásztársamnak imént volt kapása. El tudjátok képzelni, mekkora hal lehetett. A hármas horgot így kitépte. Mondjuk igaz, hogy kínai, de hát akkor is. Horszmakriat fogott a kolléga. Ez a másik fajtája annak a... Meg akarok mutatni még végére, hogy hogy szokták helyesen kivéreztetni a halat, hogy a filé az tiszta legyen, vérmentes, stb. Stb. És hogy a hal ne killódjon, ne szenvedjen. Az itt úgymond előírás lenne, de ezt nem mindenki tartja be. Úgy hívják a metódust, hogy Aichi-mi. Az első az, hogy a halat attól félek, hogy el fog szökni. Jó. A halnak a feje mögött csinálunk egy beszúrást. Lényegében elvágjuk a gerincét. Így. Mikor ez megvan, kivéreztetés. Kivéreztetés úgy működik, hogy bevágunk koportyúja mögött, és az úszony között egy, hát igen, egy élesebb kés az jó volna, csinálunk egy metszést. Ebből az oldalból, és másik oldalból is. Ezzel azt érjük el, hogy a véredényeket kiukasztjuk, és az összes vér elfolyik